Sziasztok! Veszter András vagyok, és azok a betűk ott a nevem mellett, az a rádióamatőr hívójelem, és alapvetően egy olyan szoftverről fogok nektek beszélni, amely arra való, hogy rádióamatőr vevőket osszunk meg az interneten, és egy olyan izgalmas technológiát használva, amit szoftverrádiónak neveznek. A rádióamatőrök azok már gyakorlatilag a rádiókommunikáció kezdetei óta kísérleteznek különböző dolgokkal, és számomra ez egy nagyon szép hobbi, rádióamatőrködés, mert az, amikor az ember saját készülékével egy mondjuk egy 10 méteres drótnak a kihúzásával, amit antennaként használ, és tehát ezzel az egésszel képes több ezer kilométeres összekötetéseket csinálni rádión. Ez szerintem az internet korában is ennek megvan a varázsa. Legalábbis sok embernek még van, és nekem is. Úgyhogy a rádiómatőrök azok egy része az saját maga építi a berendezéseit, például magát a rádiókészüléket és az antennát is, illetve vannak akik gyári berendezésekből raknak össze egy állomást, és vannak olyanok is, akik például a digitális modulációkkal kapcsolatban kísérleteznek leginkább szívesen, illetve van, akik műholdas kommunikációval szeretnek foglalkozni, tehát ez egy nagyon szerteágazó dolog, és nehéz is így egy percben beszélni róla. És ugye, amit itt láttok, az egy Jézu FL-101-es rádió, még 1970-es évekből, és ez még elektroncsöves, de manapság már nem ilyen egy rádió, vagy nem feltétlenül kell, hogy ilyen legyen, mert ugye, meg lehet azt csinálni, hogy fogunk egy ilyen USB-s kütyüt, amit rá lehet kötni a számítógépre, és láttok, hogy vannak antenna csatlakozó is. Ez egy USRP, ez egy olyan szoftverrádiós eszköz, arra való, hogy ugye alapvetően a rádió hullámok, illetve a rádiójelek, amik elektromágneses hullámokként terjednek, azokból csinálunk egy digitális jelet, és utána ezt dolgozzuk fel a számítógépen. Tehát ezt jelenti a szoftverrádió, így nagyon egyszerűen, és ennél a dobozkánál, mondjuk egy két nagyságrenddel olcsóbb az, amit itt láttok, ezek USB és DVB-T vevők, amit sokan csak RTL-SDR-ként ismernek, és nagyon jó kísérletezés, mert tényleg $10 eBay-en egyszerűen megszerezhető, és 24 és 1700 MHz között használható rádióvevőnek. De mostanában eléggé sokan játszanak ezzel is, és a szoftverrádiónak a valódi lényeg az az, hogy amit előtte mondjuk csak hardware-rel lehetett megcsinálni, például itt egy FM-vevőnek a blokkvázlat, vagy egy FM-vevőnek az áramköri rajzát láthatjátok, és ugyanezt meg lehet csinálni néhány sor C-kóddal, vagy ha akarjátok, ezt ki is lehet próbálni, fönn van GitHub-on, ezt még oktatási céllal írtam talán 2 évvel ezelőtt, úgyhogy na, és az a szoftver, amiről szeretnék nektek beszélni, ez egy olyan webes, vagy olyan szerver alkalmazás, amely a webes felületén keresztül lehetővé teszi azt, hogy ugye egy ilyen szoftverrádiós eszközt, amit az előbb mutattam, annak a jelét lehet kiszolgálni. Tehát például kapcsolódnak kliensek ez a szerverhez, tehát megnyitják az oldalt a felhasználók a böngészőben, akkor rá lehet kattintani különböző jelekre a spektrumképen. Most itt szerettem volna, hogyha egy videó, de ez nem fog szólni sajnos, de azért megmutatom. Tehát itt például egy FM jel van a spektrumban, illetve most már van, rá kattint a delikvens, akkor meg is tudja hallgatni, hogy szól. És nem csak FM-et tud, hanem több különböző modulációt, itt például még a rádiómotorok által még mindig előszeretette használt morze kódot vesszük, mert a morzénak azért megvannak, vannak még jó tulajdonságai, például egyszerű rá
adót építeni, és nagyon kicsi a sávszélessége, úgyhogy még mindig vannak, akik kísérleteznek ilyesmivel is. És készítettem egy olyan weboldalt is, ahol ezek a vevők listázva vannak. Most már, egész szép számban vannak, tehát már talán olyan 15 körül szokott lenni a világnak minden pontja. Hát azért nem mondom, hogy minden van, de sok helyről vannak, tehát hogy van Ausztráliában is, akkor van egy Új-Zélandon, bocsánat, akkor Európában több helyen és Amerikában is ilyen online levők, amik ezt a nyílt forráskódú szerver alkalmazást használják. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, és remélem, hogy sikült felkelteni az érdeklődést a rádiómetörködés iránt, és várom a kérdéseket. De akkor most. Ez alapvetően azok a modulációk, amiket ez tud, AM, FM, SSB, ez hang, tehát még az, amit egy rádiomatőr készülék alapból tud, mondjuk. A Morse az meg nem túl gyors. Az, hát ez a szoftver, amit én most bemutattam, ez nem erre való alapvetően. De igen, szoftverrádióval meg lehet ezt is csinálni, tehát ez is egy alkalmazása. Van. És használják is őket. Tessék. Ha jól értem, akkor az új-zélandi rádiókat lehet hallgatni ezen keresztül? Hát azt lehet csinálni, hogy... A kérdés az volt, hogy az új-zélandi rádiókat lehet-e hallgatni ezzel. Arra jó, hogy vannak a különböző helyen elhelyezve ugye vevők, rádióvevők, amikre te az internet rá tudsz nézni, és meg tudod hallgatni, hogyha ott lennél, akkor mit hallanál a rádión. Tehát például Új-Zélandon is van ilyen vevő, azt például egy amatőrtárs csinált egy saját FPGA-s rádiót, amihez az OpenMavericks-nek a frontendjét használta fel, és teljes 30 MHz-es sávot lehet vele hallgatni, vagy hát bárhová hangolhatsz, és meghallgatod, hogy ott mit hallanál, hogyha ott lennél. Úgyhogy erre jó. Tessék. Meghallgathatjuk az új-zélandi rádiót végre? Most? Igen, most. Az a baj, hogy szerintem nem szólna. Meg nagyon kérdés, hogy... Hát az új-zélandi, az konkrétan az. Igen. Remélem, hogy most éppen. Annyira nem egyszerű, ahogy a valóságban sem, meg erről a demozásra most nem készültem, de amúgy ki lehet próbálni, és nagyon sok érdekes élet lehet
találni. Úgyhogy, ja, tessék. És az lenne a kérdésem, hogy akkor ez egy oda-vissza való folyamat? Tehát beszélni, hallgatni, minden, vagy csak behallgatok, vagy? Csak hallgatni lehet. Milyen platformokon, milyen hardware-re? Az volt a kérdés, hogy milyen platformokon fut. Alapvetően tehát működik egy PC-n is a Linux alatt, de például ilyen, tehát ilyen beágyazott platformokon, mint a Raspberry Pi 2, azon is elműködik. Abban már idáig is sok munka volt, hogy úgy Neonra optimalizálni az algoritmusokat, azt szemlében, hogy egy kicsit jobb legyen a sebesség, de és még kell is rajta dolgozni. Tehát ez azt jelenti, hogy PC-n és ilyen ARM-os paneleken is tud működni a szerver. ARM-os paneleken kicsit lassabb, meg kevesebb kliens tud egyszer csatlakozni. Köszönöm.